fél kiló csirkecombfilét fogunk használni, amit felkockázunk. Ez az adag körülbelül két főre elegendő. Két hagymát összevágunk, és egy kis olívaolajon megpirítjuk. Ezután mehet hozzá a hús. Megvárjuk majd, amíg levet enged, és az összes levét el fogjuk főzni. Ezt majd részletesen mutatom. Sokan elkövetik azt a hibát, vagyis nem is hibát, mert rengetegen nem ismerik, hogy a pörkölt honnan kapta a nevét. Tehát sokan úgy készítik a pörköltet, hogy megvárják, amíg a csirke jó kiereszti a levét, és aztán ízesítik paprikával, fokhagymával, borssal, sóval, stb. De nem. Az igazi pörkölt úgy készül, hogy amikor a húsnak kifőtt az összes leve, szépen megvárjuk, amíg az egész elpárolog, és egy kicsit lekapatjuk a húst. Ugyanis annó, amikor a nevét kapta a pörkölt, akkor valakinek ez oda pörkölt. És így kapta a nevét. Ettől lett a pörkölt pörkölt, hogy egy kicsit leégett. És ezt manapság nagyon elfelejtik az emberek, és csinálnak egy ilyen húslével készült pörköltet, nehogy Isten még vízzel is fölöntik, na az aztán borzalmas. Nem. Meg kell várni, amíg elpárolog a húsnak a leve, egy icipicit oda kap az aljára, és akkor onnantól folytatjuk. Alapul, kb. 10 perc telt el, és már egész jó elfőtt a leve. Megvárjuk, amíg az összes leve elfő, és csak az elején hozzáadott kis olaj marad, és azon elkezd pirulni a hús. Nem nyúltam azóta se hozzá, de most már lehet hallani a hangján is, hogy nem fő, hanem sűr, illetve az edény oldalán is lehet látni, hogy elkezdett pirulni. Mindjárt kicsit megkavarjuk. Pontosan lehet látni, hogy kezd lekapni. Most egy pár percig így sütjük. Legyen színe. Na most, hogy kapott egy kis szint a húsunk, lehúzzuk a tűzről. És hozzáadjuk a piros paprikát. Ezzel gyorsan elkeverjük, mert még forró a fazék. Amikor ez megvolt, most hozzáadhatunk egy pár korty vizet. Igazából ez is csak azért kell, hogy a paprikánk ne keseredjen meg, miután visszaraktuk a tűzre. Mert most mivel nyár van, ezért adok hozzá paradicsomot, egyeserős paprikát, kápia paprikát, meg mindenki, amit talál otthon, nyugodtan adhat hozzá. Ez elrontani nem fogja, de ha most nem lenne nyár, hanem tudom én tél kellős közepén lennénk, akkor semmi más nem adnék hozzá, csak a vizet, visszaraknám a tűzre, és egy pár perc alatt készre forralnám. Ugyanis a csirkénk addig, amíg a leve el nem főtt, nagyjából el is készült. Így most még párolni fogom körülbelül egy 10 percet a zöldségekkel együtt. Na, jól összekevertem, és mindjárt lefedem és fedő alatt fogom párolni egy 10-15 percig. Na most persze, hogyha más hússal csináljuk és nem csirkével, mondjuk disznóhússal, akkor eleve nem fog annyi levet engedni, mikor kezdjük el a párolást. Sokkal hamarabb el fog párologni a víz róla, és sokkal több vízzel kell felönteni, mint a csirkét. Úgyhogy erre figyeljen mindenki oda. Ez az elkészítési mód csak a csirkére, csirkemerre, csirke tombra,
ilyesmire érvényes csak. Nos, mindjárt el is készülünk. Jó látni, hogy mennyi levet engedett a paprika és a paradicsom. Azért ennél jóval kevesebb vizet öntöttem rá. És igazából azt is lehet csinálni az előző mozzanatnál, hogy a paprikát és a paradicsomot feltesszük egy külön fazékba, és elkezdjük párolni, és amikor már kellő vizet engedett a paprika és a paradicsom, akkor a kicsit átsült és bepaprikázott csirkehúst utána öntjük hozzá, és akkor tényleg nem kell hozzá egy kortyvíz se. Hát most én ezt nem így csináltam, de attól függetlenül ez így is nagyon finom lesz. De akkor viszont tényleg nem kell hozzá egyetlen kortyvíz se, akkor tényleg csak a saját levére, semmi víz hozzáadása nélkül készült pörköltről beszélhetünk. Na most itt főzés közben, hoppá, bocsánat, egy kis pára, főzés közben, ugye a vagyis sülés közben az edény oldalára kicsit lesült a csirke, ami ilyenkor, meg lehet nézni, ott lejjebb már nincsen, tehát szépen leolvad, és ez is ízletessé teszi a pörköltünket, tehát még ízletesebb lesz tőle, mert ez a jó kis sült hús íz, ez mind benne lesz a pörköltben. Én ezért szoktam lepiríteni a húst, és mindig így készítem, akármilyen hússal csinálom. Tálalhatjuk is. A tegnap elkészült diétás nokedlival fogom fogyasztani. Illetve kovászos uborkával. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!